Cső mindenkinek! Játszogatok tovább az Oxygen Not Included-del. Még mielőtt itt bármilyen komoly dologba belekezdenénk, egyébként komoly dolgok alatt arra gondolok, hogy ma is érdekes előadásokat kívánok meghallgatni. De mielőtt ebbe belevágnék, gyorsan zárjuk le a játékot a pibe. Építsük meg, most játszottam egy kicsit streamen kívül, és bőségesen összegyűlt az üveg. Többször annyi, mint amennyire szükség van, úgyhogy már akár kétszer is meg tudnám építeni ennek a kis csávókának a fejét. Úgyhogy ezen essünk túl, és akkor innentől kezdve meglátjuk, hogy mi történik. Gyorsan lerakom tehát ezt a fejet, és miután ez a kis egység is itt megépült, egyszerűen csak hátradőlök, és nézegetem, hogy mi a helyzet így a világban, mit csinálnak az emberek. Lehet, hogy egy-két helyre még belenyúlok, meg fejleszgetek, de igazából nem is tudom, hogy mivel kéne igazából foglalkozni, csak úgy chillelni. Chillelni, játszogatni, optimalizálni, ilyen dolgokat lehetne csinálni a mai alkalommal, miközben nagyon érdekes műsorokat hallgatok meg. Csá, Retro Games! Úgyhogy nagyjából ez így a terv. Kövessük nyomon ennek a szobornak a megépülését. Kövessük figyelemmel. Aztán mehet a kalanda. A mai előadások során igazából az agy működésével kapcsolatban lesz egy-két érdekes információ. Sajnos elég... úgy érzem, hogy magas szintű előadásokról lesz szó, tehát ez egyszerű emberek, azok nem tudják majd követni, én se fogom fel igazából javarészét. De mégis egy kis betekintést enged abba, hogy milyen bonyolult és összetett rendszer az emberi agy. Három előadást terveztem ugye a mai alkalomra, ebből az egyik az kb. 50 perces, a másik kettő pedig ilyen 20-25 percesek lehetnek. Három különböző előadó, egy a Szegedi Tudományegyetemről, és kettő a Pécsi Tudományegyetemről. És ők fogják megtartani az előadást. Nem is tudom, hogy mi a három előadásnak a címe. Imádod ezt a köszönést, én is! Jól hangzik, jó egy kicsit ilyen emberen túli hangokat kiadni néha. Bohóckodásból. Na, nem épül ez a cucc? Már, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen előadások lesznek. Szeretném megtapasztalni. Valószínűleg ez is ilyen állítható fej lesz majd. Ki tudom választani, hogy kinézzen. Pakolják bele a gyémántot. Több kiló gyémántot építünk bele ebbe a fejbe. Azt a rohadt, bár csak a kis kezembe lenne több kiló gyémánt. Az ellennék. Lehet. Mivel lehet foglalkozni itt a játék során? Hát... vannak ilyen nagyon távoli terveim, hogy most már itt kiásták ezt a hatalmas nagy ilyen csövet. Ezt jól be lehetne falazni, és akkor szépen elkezdhetném ide átvezetni ezeket a sósvizes dolgokat. Most ezen is dolgozgatnak itt az emberek, tehát lehet, hogy akkor majd erre megy ki a játék, hogy itt ezeket a nagy sósvizeket itt lecsapoljam. Meg ilyenek. Szóval lehet, hogy találok majd elfoglaltságot gond nélkül. Na, gyerünk már! Egyébként még azon is gondolkoztam, hogy milyen jó lett volna ma kamionozni. Igazából ma amerikai truck szimulátorra játszottam volna a legszívesebben, de sajnos van egy rossz tulajdonsága az amerikai truck szimulátornak, hogy egyszerűen, hogyha egy ilyen ablakot próbálok berakni a streambe kívülről, mondjuk a YouTube-nak az ablakát, egy kis videóba, jobb alsó sarokba mondjuk, akkor egyszerűen megáll a kép, amikor a játékkal játszom. Ezek képtelenné téve azt, hogy ilyen vizuális élményt húzzak be a YouTube-ról. És az a baj, hogy ezek az agyműködéses videók, amik most jönnek, ezek nagyon-nagyon igénylik a vizuális szemléltetést. Úgyhogy ezt nem lehet ilyen nagyon sűréses módon hallgatni. Így hát kénytelen voltam visszatérni inkább az Oxygenhez.
A ment is képernyő is van, jaj! Összenyom az élet. Na. Mennyi cucc kell még ehhez a fejhez? Kiszállítja a hozzávalókat. Még jó sok mindent le kell szállítani. Jó pár körbe így beletellik. Na, egyebek mellett akkor itt lehetne foglalkozni ezzel itt. Itt állatokat kellene szépen nevelgetni, meg szaporítani. Még ezeket nem nagyon sikerült betörni, meg itt még valamibe itt belekezdtem így az elmúlt játékok során. Ezt lehet, hogy lekapcsolom itt addig. Olajtermelést kellett volna megvalósítani? Nem is tudom. Igazából minden tök jól működik, tehát igazából itt hagyhatnám örökké őket élni. Hadd éljenek boldogan a kis népek. Már semmi teendő nincs ezen a pályán szerintem. Mármint azon túl, hogy igazából végtelenség lehetne fejleszgetni a dolgokat, meg be lehetne építeni itt az összes területet, meg nem tudom még csó minden. De igazából ilyen érdemi húsba vágó kérdés, az már nincs. Nincs ebben a játékban szerintem. Lehet, hogy kilövöldözök majd ilyen random rakétákat. Meg ilyenek. Na. Építsétek már meg, hát vaze! Előadásra várok már csomó ideje. Gyorsítsunk egy kicsit az időn, hogy hadd halljam az előadásokat. Muszáj látnom egyszerűen ezt is. Meg meghallgatni ezeket az érdekes agyas dolgokat. Nem tudom, az agy egy nagyon-nagyon összetett szerkezet. Annyira kíváncsi vagyok a működésére, és annyira sajnálom, hogy nem 500 évvel vagy 1000 évvel később születtem, amikor talán már a tudomány olyan szintre fejlődik, hogy gond nélkül képes az agyat feltérképezni, meg a működését megismerni. Ma olyan keveset tudunk az agyról, hogy ez hihetetlen. És vajon mire lehetne használni az agy ismeretének 100%-os... Ugye hát az agynak a 100%-os ismeretét, az a mihez kezdhet az emberiség? Meg egyébként nagyon érdekes az, hogy az agy mennyi rétegből épül fel. Tehát, hogy ugye az csak egy dolog, hogy az egyénnek a működését szabályozgatja, de aztán mindenféle ilyen egyének közötti interakciókat is az aggyal lehet szabályozni. Tehát az agy az egy nagyon összetett dolog, még így a társas dolgok terén is. És igazából... Elnézést, minden szintjén érdekel sajnos. Na, elkezdődött a folyamat, megépül a fej. Szóval... Hát ez ja. Na, hiba üzenet. Imperatív achieved. Elértem ezt az achievementet. Fuck yeah! Megépült a szobor. És animációhoz jutok. Mindenki örül. Vígadnak az emberek. Elkészült a monument. Remélem, hogy tényleg lehet változtatni a fejnek a megjelenését, mert nekem ez annyira nem jön be. De ja, még kis animáció is jön hozzá. Azt mit teszik amúgy? Ez történt. Kevés civilizáció az időn keresztül. Mi a pék van ott? Várjál, egy pillanat, mindjárt jövök. Szóval... Kevés civilizációnak azt gondolom valami ilyesmi, hogy valaha volt meg az a privilégiuma, hogy megismerje az eredetét. Az a dolog, ami számít, hogy ma itt vagyunk. Az egy dolog, ami számít, hogy ma itt vagyunk. És megtesszük a legjobbat a világnak. Mi?
Hogy a legjobban tesszük meg azzal a világgal, ami adatott. Büszkén mondhatom, ez az aszteroida, ami otthonunk. Tehát teljes mértékben befoglaltam az aszteroidát. Annyira uralom az aszteroidát, hogy már ilyen monumenteket tudok építeni. Egyszerűen annyira halhatatlan vagyok ezen az aszteroidán, hogy már a kultúrába, meg az ilyen művészetekbe tudom pocsékolni az energiát. Ez történt. Valami ilyesmit tart ez a szöveg itt. Na, hát kioldódott itt ez a Home Sweet Home. Ugye alternatív befejezésként ezt is megcsináltam már korábban, tehát igazából lehet úgy venni, hogy ki van maxolva ez a két fő achievement. És van még itt egy csomó minden, ami nincs meg. Ennek cash. Na például ezekkel is lehetne itt bűvészkedni, hogy ezek hogy jöjjenek össze. Meg hogy mi van akkor, hogyha ez mind összejön. Na, tehát igazából azt lehet mondani, nézzük meg gyorsan, hogy milyen fejek választhatók. Ilyen fej. Úgy tűnik, hogy mindenféle duplikáns fej választható, még olyan is, ami nem. Hát, elég változatos dolgok vannak itt. Melyik legyen? Ilyet még nem is találtam egyébként így a játékban. Tehát ez mi a szar ez? Hát ha el akarnám hűlni a dolgot maximálisan, akkor ezt választanám, mert ez állat. De lehet, hogy nem hűlöm el. Úgyhogy rakjunk be valami klasszat. Hát igazából ez a fej a király. Tehát a király az így kinéz. És nem tudom pontosan hol van, basszus, nyilván a legalján van a király, de hogy lehet megtalálni a királyt? Hogy vajon hol van és mit csinál? Nézzük csak a priority-ket. Mutja a király fejét? Az ugye így néz ki. A király itt van. Tartsd. Itt alszik a király, hát akkor nyilván, ha ő a király, akkor hát róla kell, hogy készüljön a szobor, szóval akkor erről van itt szó. Na, hát akkor ki van maxolva a játék, és akkor innentől kezdve csak békésen bohóckodva, játszogatva nézelődök. És akkor most elindulhat végre az egész eseménynek a lényege, amiért itt vagyunk ma, hogy érdekes dolgokat hallhassunk az agyakról. Lehet, hogy igazából ezt egy Plants vs. Zombies videóba kellett volna bevágnom, és akkor a zombik azok joggal csorgathatják a nyálukat. De hát ott nem tudom. Valahogy az a Plants vs. Zombie az nem igazán összeegyeztethető egy tudományos ismeretterjesztő műsorral. Na, én azt javaslom, hogy játszogatok, és akkor kezdjük el meghallgatni a remek videókat, nézzük, hogy első előadónk az ki is lenne a mai alkalommal. Professzor Dr. Tamási Gábor előadását fogjuk meghallgatni a Szegedi Tudományegyetem YouTube csatornájáról. Az a címe az előadásának, hogy mi teszi az agyunkat emberivé. Nagyon érdekes előadás, már egyszer meghallgattam. Ugye, mi az állatoknak is van agya, de valahogy mégsem teljesen olyan a működése, mint az embereknek, és hát erre keresik ezek a tudósok a választ, hogy mitől olyan különleges az emberi agy az állatokéhoz képest. Na, erről fogunk most előadást hallani. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Nyátyá! Hölgyeim és uraim, óriási megtiszteltetés számomra, hogy ennyieket üdvözölhetem itt a teremben. És a következő 50 percben azt szeretném bemutatni, hogy a kutatócsoportunk az elmúlt 15-20 évben mivel próbált hozzájárulni az idegtudományhoz. Az alapkérdésünket egy tömör kérdésben próbáltam feltenni a mai napon. Mi teszi az agyunkat emberivé? Ezeket a kérdéseket, vagy hát ezt a kérdést természetesen nem egyedül vizsgálom, hanem kutatócsoportom tagjaival együtt, akik közül külön kiemelném Molnár Gábor nevét, akivel együtt kezdtük a legelső emberi idegsejteket vizsgáló kísérleteket. Szintén szeretném kiemelni azokat a támogatókat, akikről már korábban volt szó, de minden egyes prezentációmkor köteles vagyok bemutatni a European Research Council, az amerikai NIH, a Magyar Tudományos Akadémia,
a Nemzeti Agykutatási Program és a GINOP nyújtotta támogatást. Amennyiben össze akarunk hasonlítani két biológiai organizmust, a genomikai érában, amiben ma is élünk, ami arról szól, hogy megismerjük az összes egy adott organizmusban kifejezett gén mennyiségi, minőségi eloszlását, akkor azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy az ember és a leggyakrabban használt kísérleti állatok, a rágcsálók között a gének számát tekintve alig van különbség. Az egérben és az emberben is körülbelül 30 ezer gént találunk. Igazán a kifejezésbeli különbség az nagyjából 300 génre korlátozódik. Ez 1%-a a genomnak. Nem nagyon szeretnék érvelni, de azt hiszem, hogy nem is nagyon szükséges, hogy az ember és a mondjuk úgy, hogy a rágcsálók viselkedése között kicsivel nagyobb a különbség 1%-nál. Amikor elkezdtük az emberi agynak a vizsgálatát, akkor természetesen technikai és etikai problémákba ütköztünk. Hogyan lehet egyáltalán, hogyan szabad kísérletezni emberi szöveten? Az Európai Unióban és Magyarországon ez a terület nagyon egyértelműen szabályozott. Először is engedélyeztetni kell azt az eljárást, amit használni szeretnénk, és az az eljárás, aminek a keretében mi emberi agyagból származó mintákhoz jutunk hozzá, évente körülbelül 25-30 alkalommal. Ez egy olyan eljárás, amelyeket mindenképpen végre kell hajtani a betegek életének meghosszabbítása érdekében. Mire gondolok itt? Olyan mélyagyi tumorok eltávolítása zajlik a Szegedi Egyetem idegsebészeti klinikáján, amelyek eltávolítása nélkül a várható élettartam rendkívül rövid ezekben a betegekben. Mi arra kértünk etikai engedélyt, hogy a mélyagyi tumorok eltávolításakor eltávolított agykéreg darabokat használjuk fel kísérletezésre. Természetesen ebbe külön-külön minden egyes betegnek bele kell egyeznie írásban. Ez a néhány pont, amit ráfestettünk erre a humán féltekére, azt próbálja illusztrálni, hogy milyen agyrégiókból jutunk mintához. Természetesen olyan agykéreg területekre, amelyek mondjuk úgy, hogy direkt funkció kiesést okoznak, tehát például az elsődleges látókéreg, mozgatókéreg, amely gyakorlatilag hétköznapi szinten is rendkívüli viselkedésbeli károsodást okozna, na ezekből a területekből soha nem fogunk mintát kapni. Amiből viszont kapunk, azok elsősorban az úgynevezett asszociációs agykéreg területek, amely az emberi gondolkodás központja is. Hogyan vizsgáljuk az emberi idegsejtek közti kapcsolatokat? Talán középiskolából emlékeznek arra, hogy amikor egy sejt nyugalomban van, akkor beszélhetünk úgynevezett nyugalmi membrán potenciáról, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem beszélget senki senkivel az idegrendszerben. Amikor pedig az idegsejtek kommunikálnak egymással, akkor megint csak középiskolából arra emlékeznek, hogy vannak úgynevezett akciós potenciálok, és amikor az akciós potenciálok bekövetkeznek, akkor jeladás történik az egyik idegsejt felől másik felé. Nos, ezeket a kapcsolatokat mi úgy vizsgáljuk, hogy úgynevezett túlélő agyszeret preparátumot készítünk az emberi agykéregből. Ezen a képen egy 75 éves férfi betegből származó mintát mutatok be önöknek, amelyet egy olyan mikroszkópos eljárással készítettünk, amely nem igényli a minta megfestését. Látszik rajta egy úgynevezett piramissejt, az alakja adja a nevét, ez serkentő funkciójú az idegrendszerünkben. A serkentő funkció azt jelenti, hogy amikor a sejtet aktiváljuk például ezzel a két akciós potenciállal, akkor az ezzel egy időben elvezetett másik sejten pozitív irányú serkentő jeleket generálunk. A képen azt is látják, hogy ez a két árnyék, ez rá tapad erre a két sejtre. Ez a két elektródánk, aminek segítségével rögzítjük ezeket az elektromos jeleket. Ez az eljárás nem annyira egyszerű. Azt tessék elképzelni, hogy mondjuk azt a feladatot adom önöknek otthon este a fürdőkádban, hogy fújjanak néhány szappanbuborékot, fogjanak meg egy szívószálat, és úgy tessék rátapasztani a szívószálat a szappanbuborékra, hogy az közben ne durranjon ki. Ja,
és ezután 2 órán keresztül tartsák a szappanbuborékon a szívószálat, amivel elvezetnék az azon keresztül folyó elektromos jeleket. Nos, mi nem egy szappanbuborék méretben csináljuk ezt, hanem hogyha itt a skálát ezt megfigyelik, akkor ez így nagyjából 10 mikrométerre átmérőjű. Ugye csak a mihez tartás véget, egy hajszál az körülbelül 10-szer olyan vastag, mint amilyen átmérőjű ez a sejt. Ezután, az eljárás után, amikor a kapcsolatokat rögzítjük, egy festéket juttatunk a vizsgált sejtekbe, és azoknak az anatómiáját is meg tudjuk vizsgálni, majd pedig gyakorlatilag elektronmikroszkóppal nanotérképezzük azokat a kapcsolatokat, amelyek potenciálisan összekötik ezt a két sejtet. Amikor kipróbáljuk egy kísérleti rendszerben, hogy milyen hatása van egy idegsejtnek egy másik idegsejten, akkor a következő általános kép bontakozik ki. Itt látunk egy akciós potenciált, és annak a hatását keressük a másik sejtben. Ugye jól látszik, hogy ezen a kis rövid alapvonalon az akciós potenciál előtt, az ábra bal oldalán nem történik semmi, hanem amikor az akciós potenciál elérkezik, akkor a posztszinaptikus sejtnek a válasza is elindul. Innen tudjuk, hogy ez az akciós potenciál okozza ezeket a hatásokat. Ezt látjuk akkor, hogyha egy kísérleti állatban keressük a kapcsolatokat. Mi történik az emberben? Egyetlen akciós potenciálra nem egy választ kapunk, egy hullámformát, hanem egy nagyon bonyolult, szinte össze-visszának tűnő esemény láncolatot, esemény sorozatot alakítunk ki a párhuzamosan elvezetett sejtekben. A legelső emberi kísérletben is megfigyeltük ezt a jelenséget 2004 őszén. És azóta ezt rendszeresen tapasztaljuk, amikor, mint például a mai napon is, emberi mintákon tudunk kísérletezni. Hogyan lehet ezeket az egy jellel generált emberi jelsorozatokat jellemezni? Ugye alapvetően 2 verzió van. Vagy azt látjuk, mint itt a felső kis pici videón, hogy egy esemény valami brutális esemény sorozatot generál, esemény lavinát generál, kontrolltalanul, vagy pedig, mint itt a magyar népmesékben, egyetlen egy galamb valami szép motívumokból álló, értelmezhető jelsorozatot generál. Nos, gyerekkoromban a kedvenc műsorom az a magyar népmesék voltak, úgyhogy azt szeretném bemutatni, hogy a magyar népmesék az emberi jelsorozatokban is folytatódnak. Tehát egy olyan motívumrendszert lehet találni ezekben a jelsorozatokban, amelyek bizonyos szempontból idézőjelben értelmesnek tekinthetők. Honnan tudjuk ezt? Hogyha ezekben a jelsorozatokban megjelöljük a serkentő és gátló eseményeknek a kezdetét egy piros meg egy kék ponttal, és ezeknek a sorrendjét próbáljuk vizsgálgatni, illetve azt, hogy amikor például itt bekövetkezik ebben az esemény felhőben egy piros esemény, akkor azzal párhuzamosan időben hozzá kapcsolva bekövetkezik-e egy kék ponttal jelzett esemény. Vagyis azt vizsgáljuk, hogy az akciós potenciálhoz képest mozog-e az őt követő eseménypontoknak a hálózata, illetve hogy ezek együtt mozognak-e ezek a pontok. A legtöbb esetben az a válaszom erre a kérdésre, hogy bizony nem. Tehát van ilyen lavinoid része is ennek az eseményhálózatnak. Azonban olyan események is megfigyelhetők, ahol a két pont, aminek az időzítését ebben a koordinátorrendszerben ábrázoljuk, kéz a kézben mozog az akciós potenciálhoz képest. Ezt úgy tessék elképzelni, mint amikor elindítunk egy mondatot, és a mondat közepén valahol az egy szóba tartozó betűk ugyanúgy mozognak. Tudjuk cserélni a szórendet, de gyakorlatilag egy szó az mindig ugyanabból a betűhalmazból áll. És ezek a betűhalmazok bizony megfigyelhetők ezekben az emberi jelsorozatokban. Ezen a ponton nagyon megörültünk, amikor az analízisben ideértünk, ugyanis 1949-ben egy Donald Hebb nevű kanadai pszichológus azt mondta,
hogy a memória építőköveit úgy kell elképzelnünk az idegrendszerben, hogy gyakorlatilag jel sorozatokat formálnak a memória építőkövei. Hogy kell ezt elképzelni? Ha A és B sejt ugyanabba az úgynevezett funkcionális sejthálózatba kapcsolódik, akkor az A sejt által elindított jelsorozat a C és a D sejten keresztül valahogy elér a B sejtig, és a B sejt működését is befolyásolja. Tessék észrevenni, hogy egy ilyen emberi jelsorozatban ugyanez következik be. Ugyanis amikor aktiváljuk itt az A sejtet, akkor a C és a D sejten keresztül a másik elektródánkkal vizsgált B sejten is megfigyelhetünk változásokat. Így tehát kísérletesen tudtunk bizonyítékot nyújtani egy fél évszázaddal a kísérleteink előtt felállított hipotézisre, és nem máshol, mint az emberi agykéregben. Hangsúlyozom, patkányban, egérben végzett több ezer kísérletünkben ezeket nem tudtuk megfigyelni. Tehát valamiért a mi agykérgünk ezekre a hálózatokra van hangolva. Miért hangoljuk így az agykérgünket? Két közlekedési lámpa van ebben a sejthálózatban elrejtve, és ennek a funkcióját szeretném megvilágítani az előadás során az önök számára. Kezdjük először itt a C sejt alatt látható közlekedési lámpával, amit úgy tudnék jellemezni, hogy gyakorlatilag el kell tudnunk azt dönteni, hogy egy adott sejt serkentő vagy gátló hatású, illetve mennyire serkentő hatású. Hogyha az agykérgi gátló sejtek hatását vizsgáljuk a célsejteken, akkor ezt a két példát szeretném önöknek bemutatni. A kosársejtek arról kapták a nevüket, hogy kosárszerűen körbefonják a célsejtek központi sejtrégióját. Az axoaxonikus vagy kandeláber sejtek pedig arról ismerszenek meg, hogy a célsejteken, a célsejtek jeladó sejterületén, az úgynevezett axonon a kezdeti szakaszt célozzák meg. Sehol máshol nem kapcsolódnak a célsejtekhez. Hogyha ennek a két sejtnek a hatását összehasonlítjuk a fekete célsejteken, akkor azt látjuk, hogy amikor ezek a fekete sejtek kvázi akcióra kész állapotban vannak, akkor mind a két bemenet, a kosársejtek felől érkező és az axoaxonikus sejtek felől érkező bemenet is negatív irányba változtatja meg a célsejt működését. Tehát mind a két sejt gátló hatású lesz. Ha viszont nyugalmi állapotban vannak a célsejtek, akkor a kosársejt hatása szín még ismét gátló marad, viszont a piros sejtek felől az axonra serkentő hatás érkezik. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan gátló sejtek, amelyek működéstől függetlenül gátlók maradnak, viszont van egy gátló sejt, ami alkalmasint serkentő hatású is lehet. Milyen hatása van ennek a hálózatot tekintve? Ha aktiválunk egy ilyen axoaxonikus sejtet, akkor a célsejtekben ugye az előbb látták, hogy vagy gátló, vagy serkentő hatás alakul ki. Eddig még azt mondanám, hogy nem egy túl nagy kaland. Viszont az axoaxonikus sejtek, a piramis sejtek egy bizonyos csoportjában, nagyjából a 4%-ában olyan erős serkentő hatásúak, hogy a célsejtet is aktív állapotba képesek hozni. Ez azért fontos, mert hogyha van egy akciós potenciálunk a kezdősejtben, és egy akciós potenciálunk a célsejtben, akkor már egy sejtláncolatot tudunk ezen az úton elindítani. És erre is tudunk példát találni az emberi rendszerekben. Tehát van egy olyan sejtünk, amely képes ezt az esemény folyamatot továbbítani. Megvan tehát egy közlekedési lámpánkra a magyarázat. A kandeláber vagy axoaxonikus sejtek, a célsejtek egy bizonyos csoportját aktiválni képesek, ezekkel az erős nyilakkal próbáltam ezt érzékeltetni. Hogyan indítjuk el ezeket a jelfolyamatokat, vagy jelsorozatokat? Ugye látják itt a nyilak erejét, gyakorlatilag amikor piramis sejtek felől próbálunk valamit elindítani az emberi agyban, akkor is van egy jelzőlámpánk. Piramis sejtek felől ezekre a kör alakú
gátló, vagy serkentő és gátló sejtekre mindig erős kapcsolatokat látunk. Piramis sejtek egymás között mindig gyenge kapcsolatokat alakítanak ki. Tehát ezt a jelzőlámpát zöldre és pirosra is tudjuk állítani. De vajon működés függően tudjuk-e az erős kapcsolatokat, amelyek kiépítik ezeket a memória építő kockákat, hangolni? Erre a kérdésre Kari Lamsza kollégám adott választ az elmúlt évben munkatársaival. Kari 3 éve költözött hozzánk Oxfordból, és csatlakozott ahhoz a néhány kutatócsoporthoz, aki ezeken az emberi mintákon végzi hetente egyszer-kétszer a munkáját. Kari gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb szakértője abban, hogy hogyan lehet a sejtszintű tanulási folyamatokat tanulmányozni. Mit kell ez alatt érteni? Tessék megnézni itt ezt a jelsorozatot. Ugye azt írtam ide, hogy lehalkítás. Hogyha a sejtet, ami iniciálja ezt a jelsorozatot, rendszeresen rövid kis prr-prr-prr-prr módon aktiváljuk, akkor egy idő után ugyanazt érjük el ezzel a kapcsolattal, mint hogyha lehalkítanánk a rádiót. Gyakorlatilag lecsökkentjük azt a hangerőt, amivel ez a sejt a célsejthez beszél. Nos, ugye csak azt a rádiót lehet lehalkítani, ami elegendően hangos előtte. Tehát azt a rádiót, ami csendes, az gyakorlatilag nem sok értelme van halkítani tovább, mert akkor megszűnik a jeltovábbítás. Kariék felfedezése éppen az volt, hogy rájöttek arra a mechanizmusra, ami az emberi hálózatokban specifikusan képes lehalkítani ezeket az erős szinapszisokat, és gyengévé varázsolja őket. Ugye van egy ilyen mondás, hogy ismétlés a tudás anyja. Na itt ebben az esetben az ismétlés, a lehalkítás, vagy az ismétlés a felejtés anyja. Ugyanis ezek a szinapszisok, azok a kapcsolatok, amik ezt a két sejtet összekötik, a lehalkítás után újra megerősíthető állapotba kerülnek, újra tanulóképes állapotba kerülnek. Tehát gyakorlatilag van egy olyan jelzőlámpánk, amelyet tanulás függően tudunk pirosra vagy zöldre állítani, és ennek segítségével elindíthatjuk azt az esemény láncolatot, amit ugye Donald Hebb szerint fontosnak kell gondolnunk a memória összeépítésében. De mitől is ilyen erősek ezek a szinapszisok? Mitől erősebbek az emberi kapcsolatok, mint például, amit az állatokban látunk? Miért látunk csak az emberben ilyen erős kapcsolatokat a sejtek között? Tessék megnézni ezt az ábrát, ami megpróbálja összehasonlítani ugyanazon a skálán egy patkányban mért kapcsolatnak az erejét az emberben mérhető kapcsolatok erejével. Egy nagyságrenddel erősebb kapcsolatok köthetik össze a mi sejtjeinket. Hogy ez mitől alakul így ki, azt elektronmikroszkópos módszerekkel próbáltuk megfejteni. Ugye az elektronmikroszkópiát gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt mindenki temette. Erre mit hallok ma a rádióban? Hát elektronmikroszkópiáért adták a Nobel-díjat. A mai napon a kémiai Nobel-díjat. Nem ezért a módszerért, hanem a krioelektronmikroszkópiának a kifejlesztéséért. Minden esetre nyugodtan mondhatom, hogy az elektronmikroszkópia továbbra is él és virul, és nagyon örülök, hogy az én egykori mesterem Halász Norbert is itt van ezen az előadáson, akitől én az első elektronmikroszkópos leckéket kaptam. Köszönöm szépen. Amit itt látnak ezen a képen, egy elektronmikroszkópos tomogram. Azt tessék elképzelni, hogy ugye a kezemnek a belsejét szeretném valahogy megvizsgálni, de úgy, hogy nem ejtek rajta sebet, hanem megpróbálok belefókuszálni és kifókuszálni, hogy lássam, hogy mi történik belül. Nagyjából ezt végezzük el egy körülbelül 200 nanométer vastag szövetben az elektronmikroszkópos tomográfia segítségével, fókuszálunk kibe ebben a térrészben. És miközben ezt tesszük, és felnagyítunk egy szinapszist, aminek az kezdet, vagy a preszinaptikus oldalán látszanak ezek a kis hólyagocskák, amik felszabadítják azt a jelátvívő anyagot, amit a posztszinaptikus sejtünk érzékel, megszámoljuk, hogy hány olyan hólyagocska van a jeladó sejtben,
ami éppen szignalizál a célsejt felé. Ezeket kis vörös pöttyökkel jelöltük meg. Ezzel a módszerrel tehát tényleg darabonként meg tudjuk számolni, hogy egy emberi szinapszisban hányszor fordul ez elő. Nos, ha összehasonlítjuk az emberi szinaptikus vezikulák, aktív szinaptikus vezikulák számát a rákcsálókban lévő hozzáférhető szinaptikus vezikulák számával, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül egy ilyen 5-6-szoros erősséget találunk az emberekben a rákcsálókhoz képest. Tehát körülbelül 5-6 vezikula van egy emberi szinapszisban, és általában egy a patkányban. Nos, a kettő között van egy fundamentális különbség, ahol csak egy vezikula áll rendelkezésre, egy kapcsolat működtetéséhez, az a kapcsolat úgy működik, hogy vagy be van kapcsolva, vagy nincs. A kettő között nincs átmenet. Tehát vagy szól valami, vagy csendes. Az embernél radikálisan más a helyzet. Ott tudjuk változtatni a hangerőt. Ott fel tudjuk tenni 6-osra, 4-esre, 2-esre, és teljesen el is tudjuk halkítani. Tehát az a skálázhatóság, ami az emberi szinapszisokra jellemző, az nincsen a rákcsálókban egyrészt. Másrészt a rákcsálókban nem érhető el az a hangerő, ami az emberi szinapszisok számára természetes. Tehát ez a magyarázata annak, hogy ezeket az erős nyilakat ide tudtam tenni. Amikor oxfordi diák voltam, akkor minden reggel a teljes emberek hozták számunkra egy ilyen kis kaniszterekben a teljes üvegeket. Arra emlékeztetett engem a patkány és az ember szinapszisainak az összehasonlítása, hogy milyen harcokat vívtunk akkor, amikor már csak egy üveg maradt abban a kis rácsos kaniszterben, amit letettek az ajtónk elé, mindenki azért harcolt. Ellentétben akkor, amikor mondjuk szombaton reggel én szoktam felébredni legelőször, és szabadon kiválaszthattam, hogy éppen hány liter tejecskét fogok megreggelizni. Ez a különbség, tehát ez a választásnak a szabadsága jellemzi alapvetően az emberi hálózatokat. A választás szabadságát úgy is lehet értelmezni, hogy megválaszthatjuk, hogyha valami elromlik, azt hogyan próbáljuk megjavítani. Talán meglepi önöket, de nagy valószínűséggel merem állítani, hogy az itt ülő emberek, azok az életük során, itt ülő emberek 40%-a élete során legalább egyszer fog találkozni antidepresszánsokkal olyan formában, hogy be is veszi őket. Ezek a legszélesebb körben felírt központi idegrendszerre ható gyógyszerek. Ugye, professzor úr? Hogyha ezt megfontoljuk, akkor talán érdemes megnézni, hogy mit csinálnak ezek a gyógyszerek ezekkel az emberi hálózatokkal. Befolyásolják-e a működést? Hát, vegyünk be egy Prozacot kísérletesen. Látnak különbséget a kontrollhoz képest akkor, amikor jelen van a Prozac? Brutális a különbség. És hogyha kimossuk, akkor visszajön az eredeti mintázat. Amit a Prozackal tabletták vagy kapszulák bevétele után rögtön elérünk, az az, hogy ezeket az erős kapcsolatokat lehalkítjuk. Egy idő után, egy-két hét után magukhoz térnek, de az biztos, hogy amikor például ezeket az antidepresszánsokat bevezették a piacra, ezeket a kísérleteket nem végezték el. Ez arra szerettem volna utalni, hogy bizony a legtöbb széles körben használt gyógyszerünk teljes hatásmechanizmusát nagyon ritkán ismerjük. És elég óvatosan kell kezelni azokat az eredményeket, amelyeket elsősorban a központi idegrendszer vizsgálatakor nem emberi kísérletekben értek el. Más szempontból is nagyon hasznos a Prozackal kapcsolatos gondolatmenet, ugyanis hogyha valaki természetes vizekből származó mintát juttat a szervezetébe, hogy nagyon bonyolultan fogalmazza meg azt, hogy kinyitja otthon a csapot, akkor készüljön fel arra, hogy abban mi minden található. Ugyanis az Európában, Japánban, Észak-Amerikában alkalmazott víztisztító technológiák alapvetően fizikai módszereket alkalmaznak.
És sajnos a kémiai tisztítás különös tekintettel a kis koncentrációban óriási hatású anyagokra, magyarul a gyógyszermaradványokra, nem létezik. Ha kifogunk egy halat az észak-amerikai nagytabak vidékéből, akkor azt lehet mondani, hogy a legnagyobb koncentrációban éppen antidepresszánsokat tartalmaznak ezekből a hatóanyagokból. Vannak benne antiepileptikumok is, és még különféle, például allergia ellenes gyógyszerek. Tehát azt tanácsolnám önöknek, hogy ha lehet, akkor óvatosan kezeljék azt, amiről azt állítják, hogy természetes. Természetes, hogy lesz benne a központi idegrendszerre ható anyag. Nos hát, az eddigiek alapján azt szeretném mondani, vagy azt a következtetést szeretném levonni, hogy bizony itt lenne az ideje az igazán emberközpontú gyógyszerfejlesztésnek. Ugyanis ha ekkora különbségek vannak a központi idegrendszerünk alapfolyamatai és a kísérleti állatok központi idegrendszerében zajló alapfolyamatok között, akkor talán rá kéne fordulnunk most már a tényleg emberi vizsgálatokon alapuló és mechanisztikus megértést biztosító gyógyszerfejlesztésre. A következő aspektusa ezeknek az emberi hálózatoknak, amiről még nem beszéltem, az ezeknek az eseményfelhőknek a ritmus érzéke. Tessék megfigyelni, hogy ha ábrázoljuk a piramissejtek, kosársejtek hálózatát, akkor ezek bizony ütemesen követik egymást. Tehát egyszer a piramissejtek aktívak, egyszer a kosársejtek. Piramissejtek, kosársejtek. Angolul ugye a piramissejtet piramidalszelnek, a kosársejtet basketszelnek hívják. Tehát lehet azt mondani, hogy PCBC, PCBC. Na most az a ritmus, ami egy AC/DC koncerten van, az nagyjából ugye 120-at üt percenként. Hát itt ennél egy kicsit gyorsabban megy a ritmus. Ugyanis nagyjából 5000 másodperc telik el egy-egy ütem, vagy egy-egy ütés között. Magyarul 200 hercen pörög ez a kis eseménycsomag. Hogyha ennek a 200 herces csomagocskának a funkcióját kezdjük el boncolgatni, akkor viszont egy igen érdekes jelenségbe botlunk. Ugyanis Buzsáki György, aki többek között ezért a megfigyeléséért kapott agydíjat néhány évvel ezelőtt, azt találta, hogy amikor a memória bevésődés történik a kísérletes állatai agyában, akkor megfigyelhetők az úgynevezett éles hullámok. Az éles hullámok belső frekvenciája 200 Hz, és egy periódust, egy kis zöld szakasszal megjelenítettem ezen az ábrán. Ez a kis zöld szakasz az eddig tart a mi sémánkban. Tehát pontosan gyakorlatilag egy szinaptikus áttevődéshez szükséges idő ez. Az is érdekes, hogy egy ilyen úgynevezett éles hullám 2-3 cikluson keresztül tart, és utána elhal. Milyen érdekes. Amikor aktiválunk egy emberi sejtet, akkor is 2-3 ciklusig tart ez az eseménycsomag, és utána elhal, vagy legalábbis a rendezettsége jelentősen csökken. Gondolkozzunk erről egy picit. A memória rögzülésének klasszikusnak tekinthető teóriája alapján egy kétfázisú modell írja le, hogy hogyan rögzül az agykérgünkben a megjegyzendő anyag. Az agynak az úgynevezett hippokampusz része generálja ezeket az éles hullámokat, amit a Buzsáki Gyuri figyelt meg, és ez a 200 Hz-es éles hullám a memória átvitel során valahogy bejut az agykéregbe, miközben alszunk. Na most alvás közben sok minden megfigyelhető, de 200 Hz-es aktivitás az nem figyelhető meg, hanem inkább egy ilyen 10 Hz-es úgynevezett alvási orsókban dúskál az agyunk.
Na most, vegyünk egy analógiát. Hogyha a rádió adóvevő elvét szeretnénk követni, ami ugye úgy működik, hogy van egy megegyező frekvencia, amin az adó működik, és amin a vevő is képes az adott csatornát fogni. Ugye ezt hangoljuk a rádión, amikor az autóban ülünk, vagy otthon rádiót hallgatunk, akkor ráállunk egy adott állomásra, ez ugye az a megegyező frekvencia az adó és a vevő között, és utána ezt a frekvenciát moduláljuk, ennek az amplitúdóját változtatjuk, ennek a kis ritmusnak az amplitúdóját változtatjuk, amivel például a zenét tudjuk közvetíteni az adó és a vevő között. Vannak-e az agykéregben ilyen megegyező frekvenciák? Vannak-e az agykéregben 200 Hz-es események? Ugye az emberi kísérleteink alapján rövid eseménycsomagocskák vannak ezen a 200 Hz-es frekvencián, de próbáljuk meg ezeket megfigyelni szabadon mozgó, viselkedő állatokban. 5 évvel ezelőtt Averkin Robert kollégámmal elkezdtünk egy olyan módszert fejleszteni, ami szabadon viselkedő, szabadon mozgó állatokban egy-egy idegsejt működését fél órán, egy órán keresztül képes vizsgálni. Most ez azért előnyös, mert a rágcsálók sokkal rövidebb időket alszanak, mint mi. Tehát 5-10 perc alatt le is zajlik egy alvásciklus, tehát meg tudjuk figyelni, hogy mit csinálnak a rágcsálók alvásban, meg ébrenlétben. Figyeljék csak, amikor éber az állat, akkor viszonylag a sima alapvonalon látják ezeket a függőleges vonalakat, ami a sejtek tüzelését, aktivitását jelenti. És aztán, amikor elalszik az állat, akkor így a hullámtevékenység alakul ki, de ezen a hullámtevékenységen csomagocskákban vannak az akciós potenciálok. Megállítom egy kicsit ezt az elvezetést, ami itt történik, és erre a részletesség korlát koncentrálni. Ugye itt kezdődik egy alvási orsó, nagyjából ezen a 10 Hz-es frekvencián, és amit itt meg tudunk figyelni ezen a szabadon viselkedő állaton, az az, hogy az alvási orsó egy bizonyos fázisában, mégpedig ezeknek a hullámoknak a völgyében, minthogyha csomagocskákban jönnének az akciós potenciálok. Zip, 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 zip. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen frekvencián következnek be ezek az akciós potenciál csomagok, akkor meglepetésünkre azt találjuk, hogy a belső frekvencia bizony pontosan 200 Hz. Tehát megvannak a 200 Hz-es eseménycsomagok az alvó állatokban. Csak eddig azért nem látták őket, mert ezek az eseménycsomagok mozognak az alvási orsókkal együtt. Vagyis csak az alvási orsók hullámvölgyeiben figyelhetők meg. Olyan ez, mint amikor rögtében kellene egy vadásznak lelőni a verebeket. Elnézést kérek a hasonlatért biológus létemre. Tehát gyakorlatilag sokkal nehezebb megtalálni azt, ami mozog, ami időben mozog, mint amit fixen várunk. Tehát, hogyha úgy kerestük volna a 200 Hz-es oszcillációkat az agykéregben, hogy csak fixen figyelünk adott időablakokat, esélytelenek lettünk volna. Viszont mihelyt ráálltunk arra, hogy az alvási orsókhoz viszonyítjuk ezt a keresést, előbukkantak ezek a 200 Hz-es kis eseménycsomagocskák. Vagyis mi történik a memória átvitelkor? Olyan ez, mint amikor másodpercenként 10-szer kibekapcsoljuk a rádiót az adott állomáson. És rövid ideig hallgatjuk. Bekapcsoljuk, kikapcsoljuk. Bekapcsoljuk, kikapcsoljuk. Bekapcsoljuk, kikapcsoljuk, ahogy az alvási orsó megy előre, mindig csak a völgyeiben kapcsoljuk be. Ugye mondtam már egy ilyet egyszer az előadáson, hogy ismétlés a tudás anyja, vagy a felejtésé. Ebben az esetben a tudásé lesz, ugyanis ahogy ismétlődik az alvási orsó hullámvölgye, ugyanazt az információ csomagot égeti bele a hipokampusz, az agyunk központi, mondjuk úgy, hogy információ szétosztó része, az agykéregbe, az alvási orsók völgyein keresztül. Úgyhogy azt hiszem, hogy így össze tudjuk állítani azt a koncepciót, és amit gondolom, hogy haza tudnak vinni majd
alapvető üzenetként, hogy bizony az emberi agyban nagyon specializálódtunk azokra a folyamatokra, amelyek időben kompresszált módon rendkívül hatékonyan összerendezik a minket ért információt, és azt ismétlődő módon kvázi beleégetik az agyi hálózatainkba, és így megerősítik a szinapszisainkat. Nyilván ennek a folyamatnak valamilyen szintű előképeit kísérleti állatokban is láthatjuk. Van jó néhány klasszikus sejtípus, amit jelen esetben például ennek a sejtnek, az úgynevezett neurogliaform sejteknek az esetében már a 19. század óta ismer a tudomány. Ezeknek a sejtípusoknak a vizsgálatával is rendkívül meglepő eredményeket lehet elérni, és a hátralévő 5-6 percben ezt szeretném önökkel megosztani. Hogyha ezeknek a neurogliaform sejteknek a működését vizsgáljuk, akár az emberi, akár az állati agyféregben, akkor nagyjából azt találjuk, hogy szemben a gátló sejtek többségével, amelyek úgynevezett rövid ideig tartó gyors gátlást alakítanak ki, erre a kis időablakra tessék itt gondolni, ezek a neurogliaform sejtek körülbelül 2-3 olyan hosszú ideig tartó, úgynevezett lassú gátlást alakítanak ki. Ezt több mint egy évtizede találtuk ezt az eredményt, utána 5-6 évet azzal foglalkoztunk, hogy milyen mechanizmus az, ami megkülönbözteti ezt a sejttípust az összes többi gátló sejttől, és hát mondjuk úgy, hogy így vacsora időben egy olyan példát tudnék önöknek mondani, hogy nagyjából úgy működik ez a sejt, mint a kínai tésztaleves. Gyakorlatilag olyan sűrűn hálózza be a sejt a jeladó rendszerével, az axonjával a környezetét, mint ahogy a tészta úszik az alig levesben egy ilyen kínai nudliban. Gyakorlatice emiatt bármi felszabadul ebből a sűrű axon hálózatból, jeladó hálózatból, minden megkapja azt a jelet az idegsejt környezetén. Tehát gyakorlatilag elárasztja a jeladó sejt a környezetét azzal az idegi jelátvívő anyaggal, amit használ. Megfürdet benne mindenkit. Tetszik, nem tetszik, minden sejt megkapja a jelet. Nagyjából olyan ez, hogy mi sem tudjuk becsukni a füleinket, ha önök is unják ezt az előadást, akkor is hallják, amit mondok, feltéve, hogyha nem alszanak persze. Úgyhogy nagyjából ezt úgy hívják, hogy térfogati transzmisszió, térfogati jelátvitel, aminek a segítségével ez a sejt működik. Az igazi csavar akkor jött számunkra ezeknek a sejteknek a vizsgálatában, amikor technikailag eljutottunk arra a szintre, hogy egyetlen egy sejtnek a molekuláris összetételét is meg tudjuk vizsgálni. Ezt úgy érjük el, hogy miközben ezekkel a már korábban is látott üvegcsövecskékkel megszúrjuk a sejteket célzottan, ezeknek a csövecskéknek a vége üresen marad. Ezen a kis lyukon keresztül képesek vagyunk arra, hogy kiszívjuk a sejtnek a beltartalmát, és csak annak a sejtnek a beltartalmát, amire ráhelyeztük az elektródánkat. Ezután az így kiszívott juice-t, azt egy megfelelő molekuláris biológiai reakció eledjé higítjuk, és ezt egy nanocsövecske rendszerre terítjük szét. A koncentráció viszonyokat úgy alakítjuk ki, hogy az általunk érdekes molekulákból, az úgynevezett hírvivő RNS-ekből, ha még valaki emlékszik erre középiskolából, tehát az általunk érdekes molekulákból egy-egy ilyen nanocsövecskébe nem kerülhet több egynél. Tehát minden nanocsövecskébe vagy kerül számunkra vizsgálható molekula, vagy nem. Ezért digitális jelleggel fel tudjuk ismerni azt, hogy hány darab molekulát gyűjtöttünk be egy-egy sejtből. Magyarul meg tudjuk számolni plusz-minusz egy molekula pontossággal, hogy egy adott sejtben egy adott hírvivő RNS típusból hány kópia van jelen. És ezt össze tudjuk hasonlítani a különféle sejtek között. Például piramis sejtekből vizsgálva az inzulin hírvivő RNS-ének a mennyiségét,
néhány darabot találunk csak, de hogyha ebből a neurogliaform sejtből szívjuk ki a mintát, akkor látják, hogy több mint 30-at találhatunk benne. Most, ami miatt nagyon érdekes számunkra ez a hírvivő RNS, hogy ez bizony inzulint kódol. És hát ugye én nem azt tanultam a középiskolában, hogy az inzulint azt az agy termeli, hanem azt, hogy a hasnyál mirigynek a szigeteiben termeljük az inzulint, akkor, amikor a glükóz felvételre szükségünk van. Ez a meglepő eredmény úgy ágyazódik be az emberiség által felhalmozott tudásba, hogy azt szinte nem is hinnénk. Azért merem ezt mondani, mert gyakorlatilag a 70-es évek óta ismert az, hogy az agyban körülbelül 10-szer, 100-szor olyan koncentrációban van jelen az inzulin, mint a vérplazmában. És hát ugye, mi úgy gondoljuk, hogy az inzulin az arra való, hogy a vérplazmában szabályozza a glükóz koncentrációt, illetve amikor nem szabályozza, vagy nem hatékonyan, akkor ugye cukorbetegségről beszélünk. Na most tekintve, hogy a cukorbetegségnek az előfordulása, az hát elrettentő méreteket ölt, ez a kérdés elkezdett bennünket piszkálni, hogy hát hogyan lehetséges ez, miért fontos ez. Ugye nem csak mi kezdtünk gondolkozni ezen, hanem mások is, és kiderült, hogy van egy nagyon érdekes összefüggés az időskori elbutulás, vagy Alzheimer-kor, vagy és Alzheimer-kor, és a diabétesz, vagy a cukorbetegség között. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen gyakran fordul elő az Alzheimer-kor egészségesekben és diabéteszesekben, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy aki cukorbeteg, az gyakrabban számíthat arra, hogy elbutul időskorára. Ezért például az Alzheimer-kort többen úgy hívják, hogy hármas típusú cukorbetegség. Nos, amikor aztán tovább léptünk egy kicsit módszertanilag, és már nem csak egy génnek a hírvivő RNS-ét tudtuk megvizsgálni, hanem mind a 26 ezerét, amit egy sejt ki tud fejezni, akkor azt láttuk, hogy nem csak az inzulin detektálható egy sejt szinten, hanem gyakorlatilag egy teljes génhálózatot is fel tudunk térképezni ezekből a neurogliaform sejtekből, ami reagál a glükóz koncentráció változására. Tehát ahogy azt várjuk például egy hasnyálmirigy sejttől, hogy termelje a inzulint és a hozzátartozó gének kaszkádját, ugyanezt a génhálózatot, vagy ugyanezt az úgynevezett Diabetes mellitus type 1 nevű génhálózatot találjuk leginkább változónak a külső glükóz koncentráció változtatásával. Vagyis ezek az idegsejtek nagyon hasonlóan működnek, mint a béta sejtek a pankreászban, a szervezetünkben. Végül egy kis előretekintésként azt szeretném csak felvillantani, hogy az agyba nem csak idegsejteken keresztül, vagy idegsejtek révén lehet inzulint bejuttatni, és ezzel jótékony hatásokat elérni, például az Alzheimer-kor, vagy annak az előszobája kezelésében, hanem van egy nagyon trükkös eljárás, hogy szinte bármit bejuttassunk az agyba, és ez pedig az, hogyha az orrunkba sprézzük, mint egy orrcseppet. Gyakorlatilag így nagyon sokféle anyagot be tudunk juttatni az agyba, például inzulint is, és például mondjuk úgy, hogy az új generációs cukorbetegség ellenes gyógyszerek egyik zászlós hajóját, ezt a glucagon-like peptide van, tehát a GLP-1-et gyakorlatilag, ha így juttatjuk az agyba, akkor nagyon nagy esélyünk van arra, hogy előbb-utóbb jótékony hatású gyógyszereket tudunk kifejleszteni, például az Alzheimer-kór ellen. A mai előadáson tehát arról próbáltam önöket meggyőzni, hogy egyrészt az emberi agykéregben egyetlen idegsejt,
az a memória építőköveit, egymással funkcionálisan összefüggő sejthálózatokat aktivál. Az emberi idegsejteket rendkívül erős szinapszisok kötik össze, és ezekben a szinapszisokban nem egy vezikula szabadul fel, mint a rákcsálók esetében, hanem sok. Ezért ilyen erősek ezek a szinapszisok. Azt is megpróbáltam önöknek elmagyarázni, hogy ezek a sejtszintű tanulási folyamatokkal befolyásolhatók az emberben. Ugye ismétlés a felejtés anyja, mondtam ezt akkor. Végül mutattam önöknek egy olyan, még egyelőre állati modellekben zajló kísérlet sorozatot, ahol ezt a piramissejt, kosársejt ritmust boncolgattuk, és arra jutottunk, hogy ennek bizony nagyon valószínűleg köze kell, hogy legyen a memória rögzítési folyamatokhoz. Az előadás utolsó részében pedig csak felvillantottam őknek egy olyan eredményt, aminek a segítségével azt merem állítani, hogy az emberi idegsejtek egyesével történő teljes molekuláris analízise teljesen váratlan útvonalakat nyithat nagyon széles körben előforduló betegségek gyógyításában. Köszönöm szépen a figyelmüket! Na, ez klassz volt. Hát nagyjából pont annyit fogtam fel ebből az egészből, mint az előző rész alkalmával. Keveset. Nagyon-nagyon sokféle rendszer van az agyban. És érdekes, hogy mennyire eltérnek ezek a jelátviteli szabályzó mechanizmusok az állati idegrendszerben. És nagyon érdekes egyébként az emlékezetek, vagy az emlékek kialakulása, ez alvás során történő, szinapszisokba történő tárolása az információnak. Na, marha jó kis előadás volt, ezek mindig olyan jól esnek. De hát akkor haladjunk rögtön tovább a következő előadásra. A következő előadás az egy PTS tanárnak az előadása lesz. Neve Dr. Vizi E. Szilveszter. Agyunk működésének titkai. Meg még ott van egy csomó, csak az ki van pontozva. Na, jöhet a következő előadás, igaz? A ható gyógyszereknek az ismerője, az oktatásából megtudhatja, miért van ez így. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves televíziónézők, miről is szeretnék beszélni itt ma? Hát, agykutató vagyok, az agyra ható gyógyszereknek az ismerője, az oktatója, és azt tudnunk kell, hogy az emberi agy tulajdonképpen a letéteményese annak, hogy egyének vagyunk. A genetika ad egy infrastruktúrát. A szülőktől öröklik a gyerekek az infrastruktúrát. A hardvert. De a szoftvert, hogy az hogyan működik, az az ideghálózat, ami az emberi agyban van, az attól függ, hogy a nevelkedés során, de már az intrauterin életben is, milyen külvilági impulzusok érik. Tehát szükség van a nevelésre, mert ez tölti fel azokkal az emlékképekkel, amelyek aztán egész életében az egyént tulajdonképpen elkísérik. Cogito ergo sum, mondta Descartes, tehát gondolkodom, tehát vagyok. És itt jelenik meg először az énnek a fogalma, hogy az én, az egyén attól függ, hogy mi van itt belül. Azt szabja meg, azt korlátozza és tágítja tulajdonképpen a tevékenységét. Az aténi iskola, nagyon sok tudós van rajta, de két főszereplő, Pláton, aki az égre mutat, és Arisztotelesz, aki a földre mutat. Miről beszélnek? Miről szólnak a könyvek? Az egyik könyv címe, hogy etika. Tehát igenis,
hihetetlenül fontos szerepet játszik a tudomány alkalmazása során az etika. Tessék megnézni, Jézus születése után, Arisztotelesz után, majd 400 évvel, Galilei az, aki tulajdonképpen elindítja azt a gondolkodást, hogy kísérletezni kell. Mert addig mit mondott Pláton és Arisztotelesz, Szokrátesz és a többi filozófus, hogy gondolatilag meg tudom oldani a világ titkait. Nem, mondta Galilei, ehhez kísérlet kell. Szent Ágotai János, akitől nem csak az anatómiát tanultam meg, nem csak a idegrendszert tanultam meg, hanem azt a gondolatot, amit azóta is magammal viszek, hogy veritatis diakónia, a tudós feladata, az igazság keresése. Kísérti valamennyi tudóst. És hagyd mondjam meg, az, hogy az etika, amely talán a görögök, a rómaiak óta, ha lineárisan fejlődött, én itt most nagyon jó indulatú vagyok, de a tudomány, Newton, Einstein után az utolsó évszázadban, a 20. évszázadban exponenciálisan fejlődött. Az etika nem. És szétnyílt az olló. Mi az etika? Egymáshoz való viszonyunk. Vagy a világhoz való viszonyunk. A technika eszközeivel hogyan bánunk. És itt van óriási lemaradás a világban. A 19. század tulajdonképpen a mechanika évszázada volt, a 20. század a fizika és a gyermekek évszázada volt. Azért a fizikái, ahol nagyon, de nagyon sok magyar tudós nagyon fontos szerepet játszott. 21. század már a biológia és az orvostudomány százada lesz. Kérem, nem tudom, hogy tudják-e, kedves hallgatóim és nézőim, 1940-ben még 41 néhány év volt az átlagos életkor. Ma az átlagos életkor, bár Magyarországon még mindig nagyon alacsony, 73,4 év. Tehát óriási a fejlődés. De a 21. század már a terápia évszázada lesz. A 20. század a diagnosztika évszázada volt. És az öregek évszázada lesz. Éppen azért, mert megnő az átlagos életkor, természetszerűleg magával hozza azokat a gazdasági problémákat, amely mondjuk a nyugdíjrendszer fenntartása okoz. A Magyarország, ugye említettem, hogy a fizika évszázadában milyen nagy volt a magyar tudósok hozzájárulása. De nézzük meg, mi van napjainkban. Itt azt lehet látni, hogy a GDP szempontjából, tehát a nemzeti jövedelem szempontjából hogyan részesedik Magyarország. Tessék megnézni, hogy 0,15%-a a magyar nemzeti össztermék a világ össztermékének. A publikációs számban viszont 0,5%. Tehát több, mint háromszor több, és háromszor annyi az idézettségben. Tehát a magyar tudósok jól teljesítenek. És ez azt jelenti, hogy a magyar tudomány egy olyan évszázadban, ahol minden, de mindennek az értékét a hozzáadott szellemi tőke adja meg. Felértékelődött az, ami itt van bent, a koponyacsontunkban. Felértékelődött. Tehát a szürkeállomány évszázada is a 21. évszázad. És lessék megnézni, hogy Magyarország helye a tudományos világban, nem egy helyen, idegtudomány 9. helyen vagyunk, elméleti fizikában 10. helyen vagyunk, élettudományban, klinikai orvostudományban 15. Tehát nagyon jelentős a szerepünk a világban. De ha azt nézzük, hogy a high-tech szempontjából, tehát az a tudás, ahova nagyon sok szellemi tőke van, Magyarország hogy áll a nemzetközi felmérések szerint, igen előkelő helyen vagyunk a világban. Tehát valahol van, amit értékelnek belünk. Hogyan is működik az agy? Vajon ez a 200 milliárd idegsejt, ami az agyunkban, 100 milliárd idegsejt, ami az agyunkban van, vajon hogyan működik, hogyan tudja elraktározni azt, amit akár néhány éves korunkban a környezetünktől, nem is tudatosan, de magunkba szedünk. Nem véletlen, hogy mindig hangsúlyozni szoktam, a nevelésnek az a rendkívül fontos dolga, hogy bizonyos külvilági ingerekre milyen választ ad a kisgyerek. Aki ellesi, hogy a szülei, a testvére, az óvodatársa milyen választ ad, ezt megtanulja, és ez a viselkedési forma semmi más, kérem, mint maga az erkölcs. Tehát ezért rendkívül fontos. De ez mind valahol itt raktározódik el. Ítéletalkotás, mozgás, érzékelés, látás, boldogságközpont, memóriaközpont. Ezek mind olyan központok, amelyek kulcsszerepet játszanak.
Az emberi agyban minden idegsejthez körülbelül 1000 másik idegsejt csatlakozik szinapszissal szorosan, ezért Nobel-díjat adtak, és ez a szoros kapcsolódásban egy kémia anyag az, amely tulajdonképpen közvetíti az idegingerületet. Elektromos idegingerület után jön, kérem szépen, itt fut egy elektromos ingerület, majd egy kémia anyag felszabadul, és a szinapszisban a másik idegsejtet ingerli, és tovább szalad egy elektromos áram. Tehát elektromos áram, kémiai anyag. Elektromos anyag, kémiai anyag. Na, hol lehet befolyásolni ezt? Itt, a szinapszisban. Vagy itt, hogy ne keletkezzen elektromos áram. Tehát befolyásolni lehet az idegsejtek működését. Óriási probléma volt, hogy vajon ez az ideghálózat, ez egyetlen egy összefüggő valami, vagy önálló idegsejtek vannak. Tessék megnézni egy elektromikroszkópos képet, lehet látni, hogy itt van az a rés, ami a vezikulákat, hólyagocskákat tartalmazó végkészülék, és az őt fogadó másik idegsejt között van. Itt szabadul föl ebben a keskeny 10 nanométer, 20 nanométer résben a kémia anyag, és befolyásolja az utána következő idegsejtet, hogy elektromos akciós potenciált generál. Tehát áttevődik innét oda, és ez a szinapszis. Kérem, ebben Szent Ágoston Jánosnak is óriási szerepe volt. Ramonika Hall, aki Nobel-díjat kapott, mert azt mondta, hogy ezek nincsenek egymással olyan kapcsolatban, hogy összeérnek, hanem egymásba átnőnek, nem, mondta, ezek önálló egységek. Szent Ágoston János azt a kísérletet csinálta meg, hogy átvágta ezt az ideget, ami ide befut, és akkor ez degenerálódott. És hiába ingerelték, már nem volt ott a másikon. Tehát ezzel bizonyította, hogy önálló, ez nem degenerálódott. Tehát két különböző idegsejt. Ez az ő érdeme volt egész fiatal korában, ezeket a kísérleteket végezte. És ha megtetszenek nézni, amit én, amikor Oxfordban voltam, csináltam kísérleteket, hogy megingereltem az egyik ideghálózatot, és a másik ideghálózatból a kémia anyag felszabadulását gátolta. És amikor közölni akartam a cikket, akkor közölték a referik, ugye, mert nálunk szigorú referik, hogy ez nem lehet igaz, mert nincs közte szinaptikus kapcsolat. Tehát nincsenek szorosan egymásba. És akkor én azt írtam le a válaszba, hogy lehet, hogy nincs, akkor ez nem szinaptikusan, akkor nagy távolságot kell átúszni a kémia anyagnak. Hosszú-hosszú évek teltek el, legjobb labban tudtam közölni ezeket a dolgokat annak idején, hogy végül általánosan elfogadta ma már az idegtudományoknak valamennyi képviselője, hogy miről van szó. Tessék megnézni, az egyik idegsejtből felszabadul anyag, és itt van egy receptor, egy jelfogó, egy másikból átúszik nagyon messziről, és meggátolja innét a felszabadulást. Tessék megnézni. Tehát mi történik? Az emberi agyban vannak nem csak szinaptikus kapcsolatok, hanem vannak kapcsolatok, ami hihetetlen nagy távolságból van. És ez tartósan egy magas szintet hoz létre, és ezáltal tartósan fejt ki hatást. Tehát például a depressziónak a magyarázata, vagy akár a hosszantartó rosszulétnek, vagy hosszantartó egyéb állapotnak, ez lehet a magyarázata. Mert a szinapszisban van a kapcsolat, az millisekundum alatt lezajlik. Ez viszont tartósan, állandóan ott van ez a kémiai anyag, és kifejti a gátló vagy izgató hatását attól függően. Tessék megnézni, emberi agyból fluoreszcens technikával, ez noradrenerg, amely mindegy rózsafüzér. Itt vannak ezek a hólyagocskák, amely tele van kémiai anyaggal. De nem szinaptizál, nem okoz szoros kapcsolatot, hanem csak elönti az agykérget, vagy elönti a limbikus központot, különböző idegpályákat ezáltal tartósan, ha innét felszabadul ez az anyag, ezekből a hólyagocskákból, akkor a felszabaduló kémiai anyag jelfogókon keresztül, ez a receptor, kifejti hatását. Na, ezeken a receptorokon, illetőleg ezeket az anyagokat felvevő transportereknek hívjuk, a gátlásán keresztül lehet kifejteni gyógyszeres hatást. Itt a szinapszis van, ugye 10-20 nanométer, felszabadul a kémia anyag óriási mennyiségben, itt alacsony érzékenységű jelfogók vannak. De ha ő kiszabadul innét, vagy nem szinapszisban
nem szoros kötődésből szabadul föl, akkor magas érzékenységű receptorok és transzporterek vannak. És azt írtuk le, hogy a gyógyszereknek a hatása tulajdonképpen ezeken a receptorokon és ezeken a transzportereken van, nem pedig itt benne a szinapszisban. Na ez aztán kellő turbulenciát okozott, de mindettől függetlenül ma már elfogadják ezt az elméletet, és egy új típusú gyógyszerfejlesztés indult meg, hogy magas érzékenységű receptorok és transzporterekre ható gyógyszereket kell felfedezni. Hogyan is lehet tulajdonképpen elképzelni ezt az egész nem szinaptikus rendszert? Hogyan lehet, milyen jellegű a hatása, amikor távolról szabadul föl a kémiai anyag? Hogyan lehet elmagyarázni? A szinaptikus, amikor fölhívok valakit telefonon, egy az egybe beszélek vele, ez amikor a szinaptikus egy neuron a küld információt. A nem szinaptikus az olyan, mint amikor egy helyről fölszabadul egy a kémia anyag, messzire elmegy, és a jelfogókon, azokon a neuronokon, idegsejteken hat, amelyiken van jelfogó. Egy adás és millió jelfogó segítségével millió és millió hallgató tudja hallgatni. Ez az, amit én gondoltam, hogy ez működik és létezik az agyban. Na, milyen jelentősége van? Mert tulajdonképpen ez a rendszer egy analóg rendszer. Egy tartós hatást fejt ki, amivel nagyon sok megbetegedés, most központi idegrendszeri megbetegedést, vagy akár perifériás megbetegedést lehet megmagyarázni. Ezeknek a működése az ontogenezis során mindenkinél más és más. Másképp alakul ki. És amit említettem, hogy mindannyian különbözőképpen gondolkodunk, akkor ez lehet az egyik oka. És mindannyian különbözőképpen, még ha akkor is, ha egypetélyű ikrek vagyunk, más külvilági impulzusok érik, és ennek a két rendszernek a segítségével másféle impulzusok tárolódnak. Másféle emlékkép marad meg benne. Tehát nincs két egyformán gondolkodó ember. Én, ha önöket kérem, hogy álljanak fel, képesek valamennyien fölállni. De egyformán gondolkodni nem. Mindannyian másképp és másképp fogják föl azt, amiről én beszélek. Hozzá csatolva a múltban elraktározott emlékképeket és érzelmeket. Tehát arról van szó, hogy igenis, megvan az a neurobiológiai alap, ami alapján mi másképp gondolkodunk. Például a depresszióban hatékony gyógyszerrel, ha meggátoljuk, hogy az egyik helyre föl tudja venni a noradrenerg rendszert, akkor a másikhoz képes fölvenni. Tehát egy promiszkuitás van, tehát pótolni tudja az egyikféle ideghálózat a másiknak a működését. Tehát nem egyszer stroke után, kis stroke után, teljesen regenerálódik, minden helyreáll. Mert át tudja venni az idegrendszert. És ma már arra is van bizonyíték, New Yorkban bebizonyították, hogy újabb és újabb idegsejtek keletkeznek. Egy esetben, ha használjuk a fejünket, ha gondolkodunk, ha olvasunk, ha nézünk. Immunrendszer. Hozzám jött egy bulgár PhD hallgató, dr. Elenkov, akivel ezeket leközöltük. A fizikai és emocionális, vagy bármilyen beszéd által ért inger végigfut, és tulajdonképpen egy nem szinaptikus kapcsolat az agyban, és nem szinaptikus kapcsolat a mellékvesekérekben olyan mértékben szabadít föl glükokortikoidot, hogy az visszahatva befolyással rendelkezik. Ugyanez igaz a periférián is, ahol a noradrenerg rendszer nem szinaptikusan befolyásolni tudja a citokineknek a felszabadulását. Tehát az immunrendszerünk is tulajdonképpen ilyen rendszerrel befolyásolható. Ezért nem kell csodálkozni, és az nem csoda, hogy valaki bizonyos súlyos betegségből meggyógyul, mert meg akar gyógyulni, itt van a bizonyíték. Tehát egész egyszerűen az immunitásnak, az immunológiai betegségnek óriási szerepe van, például abban, hogy meggyógyulhatunk bizonyos rosszindulatú betegség, rosszindulatú daganatokból is. Ezek nem csodák, léteznek. Engedjék meg, hogy a legutóbbi néhány évnek, 2-3 évnek a technológiáját, és amivel én most eltöltöm időmet, két foton pásztázó mikroszkóp segítségével lehetséges, hogy például a piramisban, a stratum radiátumban lévő GABAerg interneuronnak a axonális részét
kinagyítva ezek azok a butonok, ezek azok a hólyagocskák, amiben a kémiai ingeret átvívő anyag van, amely részben nem szinaptikusan szabadul föl. Erre mi képesek vagyunk ezt a benne lévő kalciumot megnézni. Tessék megnézni, ezek azok a kis hólyagocskák, itt van a stratum radiátumban, itt a stratum piramidálaiban egy GABA-R, tehát gamma-aminó vajsavval működő idegsejtnek a sejteste, és illetőleg a axonális vége, és különböző frekvenciával tüzelnek ezek a sejtek, megvan a maga oka, hogy miért. Nagyon fontos szerepet játszik például a memóriatárolásban, nagyon fontos szerepet játszik a Parkinson-korban, Alzheimer-korban lévő elbutulásban, illetőleg a schizofréniában. Ez az interneuron, amelyből GABA szabadul föl, gamma-aminó vajsav szabadul föl, itt kap beidegzést, ahol a glutaminsav ingerli, akciós potenciál végigfut, és innét egy másik ingerlet gátló anyag szabadul föl, amely most már a piramis sejtnek a tüzelését meg tudja fogni. Ha ez valami oknál fogra, például a schizofréniában ez kevesebb szabadul föl, akkor itt olyan tüzelés jön létre, amely a schizofrénia tüneteit elsősorban a memóriatárolás és a memóriát zavarja. Kérem, a másik dolog, amit itt szeretnék mutatni, hogy ezzel a technikával mi ki tudtok mutatni, hogy a morfin gátolja a piramis sejtekhez futó gátló neuronnak a működését. Tessék megnézni pirossal, amikor morfin származékot kapott, és itt a kontrollja. Rengeteg központ van, de van egy központ, ami rendkívül fontos számunkra, és ez a boldogság központ. Ez a boldogság központ, amely tulajdonképpen valahol a nucleus accumbens környékén van, nem tudom másképp. És a ventral tegmental áreából futnak oda különböző ideghálózatok, és ez a két központ nagyon fontos szerepet játszik a boldogságnak a létrejöttében. Hogyan? Tessék megnézni egy kísérleteinket. Ekstazival, ez egy ugye a fiatalok által kedvelt kábítószer, mit csinál? A nucleus accumbensben itt van dopamin felszabadulás ingerlésre, megingereljük az ideghálózatot, felszabadul, és az extazira hatalmas mértékben hosszantartóan dopamin szabadul föl. Na, ha ebben a központban, a boldogság központban dopamin szabadul föl, akkor tényleg van egy kielégültségérzés, egy kellemes közérzet. Tehát ez az oka annak, hogy a fiatalok ehhez nyúlnak. De el fogom mondani, hogy miért káros ez. Tessék megnézni, boldogsághormon, dopamin felszabadulás. Innét az agykéregből jön, vagy akár a táplálkozás tudja ezt a központot izgatni, és ez eljut ezen a pályán keresztül, és dopamin szabadul föl. Vagy a fajfenntartás, a szexuális aktivitás szintén ide fut be, és dopamin szabadít fel. Vagy a táplálkozás szintén ide fut be az inger, és dopamin szabadít fel. Tehát az emberiségnek két legfontosabb, az embernek két legfontosabb, a fajfenntartás, ez a szexuális, és a létfenntartásnak van egy elemi biológiai pályája. És ez kellemes érzéssel tölti el, mert dopamin szabadul föl. De hogyha jó szót kap, ha megdicsérik, ezen a pályán befut, és tulajdonképpen ő úgy érzi, hogy boldog. Mi az ópiumnak az? Itt van egy gátló mechanizmus. Az ópium ennek a mechanizmusát befolyásolja, a morfin is, az alkohol is, a heroin is, és befolyásolja az egészet. Az extazi innét szabadít föl diát, a kokain meggátolja, hogy visszavetődjön a dopamin, tehát kívül nagyobb koncentrációban van. A nikotinnak is csak lényegesen gyengébb ilyen hatása. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy lehet mesterségesen előidézni. Na, mi a különbség a kettő közt? Az egyik egy sportteljesítményben egy boldogságérzés jelesre felel, megdicsérik, boldogságérzés, ez elraktározódik az agykérgünkbe. Akkor, amikor kábító, opiumot vagy morfinot szedek, akkor itt ezt meggátolja, és nincs agykéregből befutó pálya, nincs emlékkép, csak dopamin felszabadulás. Egy rövid időre jól érzi magát. Ez a kettő közt a különbség. Az egyiknek van szociológiailag is mérhető, tartós boldogságérzés lehetősége, a másiknál nincs meg. Ugyanakkor súlyosan károsítja ezeket az idegpályákat, ezek az anyagok. Én azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy
a boldogságérzés neurobiológiája, vagy ugyanaz a bizalom neurobiológiája, a pozitív élmény, a siker, az ötös osztályzat, a dicséret a szülőtől, a győzelem, vagy akár a haszonnak a megszerzése. Ez boldogságérzéssel tölt el, mert teljesítmény van mögötte, dopamin szabadul fel a boldogság központból, és emlékképeink vannak, pozitív emlékképeink vannak. És magától értetődően ennek a neurobiológiai háttere az, hogy a limbikus rendszerben dopamin szabadul föl. Azonban, ha bizalomvesztés van a társadalomban, a szülő és a gyermek közt a kapcsolat megromlik, akkor a társadalmi, a bizalomvesztés eredménye egészségromlás lehet, és fordulhat a kábítószer fele. Tehát hihetetlen fontos, hogy az ember és ember közötti kapcsolatokban megmaradjon az, ami rendkívül fontos, vagy ami az új szövetségben volt új, a szeretetnek a motívuma. Ez egy rendkívül fontos az ember életében, mert ez pozitív emlékképeket és a boldogság központban pedig olyan neurobiológiai válaszokat hoz létre, amiért úgy érzi, hogy elégedett, hogy jól érzi magát. És azt hiszem, hogy ha föltesszük azt a kérdést, hogy quo vadis Magyarország, merre tovább 21. századi Magyarország, ma már, és ez meggyőződésem is vallom, hogy a nemzetek rangsorát az dönti el, hogy milyen mennyiségben rendelkeznek kiművelt emberfőnek. És ezért kell Magyarországnak ebben élen járni. Köszönöm szépen. Na, ez is nagyon király műsor volt. Nagyon durvák ezek a kémiai anyagok, kémiai anyag. Még felszabadulnak az agyban. Érdekes szerepe van a kábítószernek, hogy azok is ugyanolyan jelenségeket okoznak az agyban, mint egy normálisan előforduló ilyen élmény az életben, mint amikről a példák szóltak. Csak hogy azokhoz tartozik valami emlékkép, valami eltárolt memória szelet, ami tartósítja hozzá kapcsolt jó élményeket. Egy teljesítmény van az örömérzet mögött. A drogoknál ez nincsen meg feltétlenül. Na hát még egy előadást ígértem így a mai alkalomra, viszont sajnos egy kicsit így megzuhantam. Mármint ez egy egyetemi óra mennyiségű anyag volt, és rendkívül kellett koncentrálnom, hogy bármit felfogjak. Ilyen nagyon durva latin nevek, meg latin központok, meg mindenféle ilyen random dolgok, ezek rendesen szétvitték az agyamat. Itt jegyzetelni kéne itt ezek közben, meg Wikipédiával, meg dúsítani itt a dolgokat, meg utána nézni még csomó mindennek, mert ezek kb. Csak ilyen, mint egy brossúrában így végig lapoztunk ilyen érdekes fejezeteken, megnéztünk pár érdekes képet, de ezek mögött mind kidolgozott természettudományos háttér van, amelyet meg lehetne ismerni ahhoz, hogy meg kellene ismerni ahhoz, hogy ezt tényleg mélységeibe átláss az ember. Na viszont szerintem így ennyi volt így a mai alkalomra akkor a kaland, majd a következő részben betolom a maradék egy agyas videót, meg van még egy érdekes előadás, ami az ilyen elektromágneses sugárzásról, ugye vannak most ezek a pánikreakciók időnként, hogy jön az 5G, és akkor agytumort okoz mindenkinek a sugárzás, meg a rádió hullámok. És akkor ezzel kapcsolatban is lesz majd egy videó, amit meghallgatok egy ilyen jó játszogatás közben. Na, viszont most megyek és süppedek, úgyhogy ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!